mai fiatalok olyan társadalmi kihívással néznek néha szembe, amik nagyon komoly fájdalmakat okoznak nekik. A lelkük, a szellemük, a testük meg kell olyan dologgal birkozzon, amivel talán 100 éve nem kellett egy fiatalnak. Egy kápolnába érkeztünk, ahol ez a csend és ez a nyugalom azonnal a szívemre helyezkedett. Nagyon megtisztelő, hogy a mai adásban egy olyan emberrel beszélgethetek, akinek nagyon különleges az élettörténete, aki református lelkipásztor, de minden körülmények között képes volt ember maradni. Ő Erdős Eszter. Kedves Eszter, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy vállaltad ezt az interjút, és hogy időt szántál arra, hogy beszélgessünk. Hát nekem megtiszteltetés, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Kezdjük a legelején. Az a csend, ami itt van, és az a nyugalom, amit te meg tudsz teremteni magad körül a munkádban. Pedig te vagy az, aki nem mondtál le azokról a fiatalokról, akikről mindenki lemondott. Akiket esetleg a társadalom úgy elfelejtett, vagy szeretne elfelejteni. Kezdjük a te életedben azt, hogy milyen gyerek voltál, milyen serdülőkorod voltál, mert valahol mindenkinek a történetében találtatik valami olyan érdekesség, amiből aztán az élet elhívása megszületik. Milyen volt a kis Eszter? Hát, az első könyvünk itt a Drogmisszióban azt a címet kapta, hogy senki sincs itt véletlenül, és ezt így gondoljuk, hogy sem a kliensek, sem a misszionáriusok, tehát magunkat, munkatársakat misszionáriusnak tekintjük, nem vagyunk itt véletlenül. Hát szerintem egyrészt átlagos gyerek voltam, másrészt meg nem. Hát semmi extra, egy kis rút kiskacsa voltam. Akkor mindig azt hittem magamról, hogy rossz tanuló vagyok. És utólag visszanéztem, hogy tulajdonképpen 4-es tanuló voltam általános iskolába. Tehát volt bennem egy állandó ilyen kisebbségi, kisebbrendűségi érzés. Egy szorongó gyerek voltam, különben most is szorongó vagyok. És azt hiszem, így féltem a normális gyerekektől. Tehát akik sikeresek, szépek, menők, jó tanulók, azoktól én így távol tartottam magamat. És kiskoromban is én azoknak a barátságát kerestem, akik valamilyen módon kicsit sérültebbek voltak. Tőlük nem féltem. Úgyhogy lehet, hogy most is azért érzem jól magam drogmisszióban, mert itt nem félek annyira, mint a nagyvilágban. Hát ott nem félsz, ahol más fél? Hát... Mert hogy ez nagyon nagy bátorságra val, amit te vállalsz. Hát másfajta, bennem is volt, meg van vagányság, csak másfajta, mint egy ilyen átlag sztárban, mondjuk így. A kis Eszter, aki Ruth kiskacsának érezte magát, honnan származott ez az érzés benne? Hát nem akarok itt nagyon pszichologizálni. Tehát a szüleim azok ilyen középosztálybeli értelmiségiek voltak. Anyukám egyébként egy nagyon erős nő volt, és hát lehet, hogy az is egy kicsit beárnyékolt, ráadásul nagyon tehetséges volt. Anyukám mindenben gyönyörűen rajzolt, tudott rímeket faragni, mindenben ilyen szuper volt. Két bátyám van, és ők is, hát mondjuk a kisebbik bátyám, aki közelebb állt hozzám életkorban, ő is ilyen nagyon szuper gyerek volt. Jól tanult, jól sportolt, jól zenélt, és akkor nem tudom. Hát nyilván ez azért adottság is, hogy valakinek van egy személyiség szerkezete, meg akkor még hozzájönnek a kis körülmények. Sok minden rosszul jött ki, például édesanyám óvónő volt, és az ő csoportjába kerültem. És akkor például ebből is voltak ilyen feszültségek az óvodába, hogy én nem ülhettem az anyukám ölébe, mert az ő gyereke voltam, legalábbis ott. Akkor én nem voltam hajlandó Marika néninek hívni, a bátyám az igen. Szóval ilyen furcsa történetek voltak, de nem akarok így mindent megmagyarázni, hanem hát... így volt. Olyan szép mese a Ruth kiskacsa. Nekem egyik kedvenc meséim, mert olyan szép az az élettörténet, hogy onnantól kezdve, hogy az ember másnak érzi magát egy kicsit a környezetében, hogy látva, hogy milyen gyönyörű
nehéz, de gyönyörű életutat jártál be, hogy mit teremtettél, hogy hogyan helyezte a Jóisten a missziót a te szívedre, és hogy milyen sokat kellett ezért harcolnod. Nézzük azt az Esztert, aki serdülő volt. Akár általános iskolába, középiskolai szinten. Milyen volt a serdülő Eszter? Hát ez folytatódott különben az ilyen rút kiskacsa történetekre. Azt gondolom, hogy Isten felhasználhatja a gyengeségeinket is az ő üdv történetébe, az üdv tervébe. És hát én úgy mentem a teológiára, hogy azt az igét mondogattam magamnak, hogy tetszett az Istennek, hogy a világ bolondjait választotta ki magának. Mondottam, akkor jövök én is. De most ez komolyan így volt. Hát már általános iskolába kellett iskolát váltani, mert édesanyám úgy érezte, hogy nagyon rossz helyzetbe beszorultam, és hetedikbe átvitt egy másik iskolába, mert hogy nagyon pikkeltek rám a tanárok, meg mindegy, voltak konkrét problémák is, de nem akarom most ezt itt idehozni, mert nem is tudom miért. Hát egy konkrét történet volt, hogy a zenei általánosba jártam, és ugye állítólag szépen énekeltem, és volt egy ilyen kis kamarakórus a parlamentbe felléptek, igen, és ebben nem vettek be. Oh. És anyám azt érezte, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárba, mivel az iskolai népdalversenyeket meg én nyertem meg. És ennek elején nem vettek be? Jó, akkor itt már úgy sincs a számomra babér. És akkor átvitt egy másik iskolába, és gimnáziumban ezt folytatódott, mert ott már 4 gimnáziumban jártam. Az utolsó az már egy esti tagozat volt, és hát igazából édesanyámnak köszönhetem, hogy leérettségiztem, mivel nekem semmi motivációm nem volt. Erre hát az első gimnáziumból kirúgtak, a másodikból megszoktam, és a harmadikból meg úgy szoktam meg, hogy már otthonról is. És akkor fél évig csavarogtam. Csöveztem 16 és fél éves koromban. Ez is nagyon érdekes, mert ugye nagy téténybe ilyen nagyon lepukkant alkoholisták közé keveredtem, ilyen idős nénik, idős bácsik társaságába, ami hát egészen szürreális volt. És azokból én a mai napig tudok táplálkozni, azokból a beszélgetésekből, azokból a szörnyű rácsodálkozásból. Tehát az én szüleim egyáltalán nem fogyasztottak alkoholt, tehát nem volt nálunk ilyen szenvedélybetegség. A családban a nagyszüleim se. És ott kitárult egy másik világ, ahol drogosok, alkoholistákkal csöveztem együtt. Tehát ott kb. A csövezésben ott elég sokféle emberrel összesodort az élet. És mondod, hogy ott az utcán találkoztam nagyon érdekes történetekkel. Egy, ami így nagyon erőteljesen benn maradt. Elmesélsz nekünk egyet? Hiszen ez az élet iskolája volt, azt gondolom, és sokszor a valóság az ugye nem az iskolába zajlik, hanem odakint, és ezek talán számunkra is tanulságosak lehetnek. Egy, amire úgy emlékszel, egyet, ha kiválasztanál. Hát sok sztori van, hát... Eleve a Leányka utcai lakótelep akkor épült. Azt hiszem 1975-ben járunk, körülbelül 74-75, valahogy így, 75. És akkor mi feltörtük ezeket a bejárati üvegajtókat, és ott laktunk ezekben a félkész házakban, mivel tél volt, és ott volt már fűtés, mivel a gépészetet, a belső építkezést csinálták. Ezek olyan dolgok voltak az én számomra, amik hát teljesen, ugye a szüleim keresztjének voltak, tehát egy teljesen más millióban nőttem fel, és akkor bekerültem egy ilyen napi kis csibészkedésekbe, amik hát talán nem súlyos bűncselekmények voltak, de mégis az, hogy hajnalban a közértek elé kirakott kifliket és kakaókat vettük magunkhoz, és hát ezek nekem nagyon ijesztő sztorik voltak, de a szüleimhez visszamenni még jobban féltem, mint az utcán maradni. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog volt.
A másik, ami nagyon mélyen belém ivódott, egy néni, egy idén idős alkoholista néni, aki hát rendszeresen így csapódott hozzám, és hát hetet havat összehordott, de valahogy megszerettem mégis, ez egy ilyen 70-valahány éves, vagy nem tudom hány éves volt. Szóval azok a történetek, meg azok az életérzések, azt hiszem a mai napig így engem feltöltenek. Ugye a Bibliában az van, hogy amit ti rosszra gondoltatok, Isten jóra fordította. Tehát, hogy azok a dolgok, amik egyébként tönkretettek, ugyanazok a dolgok erőforrássá is váltak, például itt a misszióba. Hát ez a gyönyörű, ahogy te át tudtad konvertálni az életedbe ezeket a dolgokat és tapasztalatokat. Tehát láthatod, és úgyis úgy fogsz engem most nézni, hogy a szemében tele lesz könycseppem. Ugye nagyon sok történetet tudok, amiket a te bizonyságaidból hallottam, amiből igazán mindannyian meríthetnénk, vagy egyre többen, bízom benne, hogy a műsor kapcsán azért egyre többen fogunk tudni tőled tanulni és meríteni. Amikor a Serdülő Eszter ott volt az utcán, olyan emberek között, akik hát a társadalomban valószínűleg lecsúsztak, lemondtak már róluk, talán lehet, hogy ők is lemondtak már magukról. Mi történt utána? Hogyan volt ez tovább a te életedben? Hát a műsoridőt szétfeszíteni, úgyhogy nem mondom el, hogy hogy kerültem haza, csak annyit, hogy egy olyan srác vitt haza anyák napján egyébként, egy fél éves csövezés után, akiről azóta többször gondolkozom, hogy valójában létezette az a fiú. Oh. Egyébként nem vagyok angyalhívő, sőt elég racionális a gondolkozásom. Tudjátok, hogy a református vallás az nem túl karizmatikus. Szóval megszólított engem a Batthyány téren egy fiú, egy ilyen derékig érő szőke hippi srác, és egyébként nem nagyon szoktam utcán ismerkedni, mert félénk voltam mindig. Uh-huh. De ezzel a sráccal elmentem egy ilyen, ott van a Batthyány tér fölött egy ilyen talpon álló, és ott ittunk valami üdítőt, és akkor ő nagyon faggatott, hogy mit csinálok, meg stb. És akkor mondtam neki, hogy hát én igazából már fél éve csövezek, stb. És akkor mondta, hogy hát anyák napja van, mindegy szót követett. Lényeg az, hogy mondta, hogy akkor ő most haza kísér engem, mert ugye a Moszkva térnél laktunk, tehát kb. 10 percre. És haza is kísért, úgyhogy följött velem a negyedik emeletre, és megvárta, amíg becsöngetek, és tényleg bemegyek. És én utána... Ilyen hát, könnyen rá tudott téged venni erre? Hát közben lementünk az aluljáróba, hazatelefonáltam, szóval volt egy kis rákészülés. Egyébként anyukám vette fel a telefont, nem szóltam bele, semmit nem mondtam. És akkor ő rögtön mondta, hogy Eszter, te vagy. És akkor ott sírtunk mind a ketten, és akkor mindegy, ez a srác hazakísért. És én utána évekig néztem mindig, ha metron voltam, vagy bárhol, kerestem ezt a fejet. Uh-huh. És azért akkor sokkal kisebb volt a város, tehát ez a szubkultúra, persze, azért ismerős arcok voltak, uh-huh, és soha többet nem láttam. És néha arra gondoltam, lehet, nem is létezett. Jézus lejött, és hazas vitt, vagy nem tudom. Érdekes. Meg hogy vannak ilyen találkozóink, akik fél órára, egy órára szólnak, soha többet nem tudunk semmit a másikról. És az életemet mégis megváltoztatta. Hát egy abszolút egy hidat képezett az életedbe, mert hazakísért. Fantasztikus. Utána Eszter otthon maradt? Mi történt utána veled? Ja, akkor igen, mert egyszer hazavitt a rendőrség is, mindegy, egyszer hazavittek, és akkor egy óra múlva kimásztam az előszoba ablakon, mert anyám még bezárták az ajtót. Mindegy. De akkor otthon maradtam, és akkor édesanyám a sarkára állt, és akkor így leérettségiztetett, mondhatom így, hogy ő érett egy esti suliba, ilyen nagyon, az is nagyon érdekes volt, ilyen 45 éves kérgeskező lakatosokkal jártam egy osztályba, akik ugye vagy pártitkárok lettek, vagy mit tudom, ilyen csoportvezetők, és kellett nekik az érettségi. Érdekes volt ott 17 évesen ebbe a társaságban, na mindegy, az is jó volt. Na az a lényeg, hogy 18 évesen én elkerültem egy ifjúsági hétre, egy csendes hétre,
Ennek is mindennek annyira érdekes története van, persze lehet, hogy csak nekem. Tehát, azért vagyunk itt, mert nekünk is. Igen, volt egy barátnőm, aki elhívott engem erre a csendes hétre, és elmentem, ő neki lelkészek voltak a szülei, és ott kiderült, ez a Balatonon volt egy ilyen illegális csendes hét, ugye hát a 70-es években igen. Ezek nem voltak túlzottan legális dolgok, és ott kiderült, hogy ő nem jött el. És én ott álltam teljesen egyedül egy vadidegen társaságban, senkit nem ismertem. És ez is jó volt, mert ha ő eljött volna, biztos, hogy nem tudok megtérni. Mert akkor gondolom, mi összebújtunk volna, és akkor jól éreztük volna magunkat. Így viszont figyeltem, és rájöttem arra, hogy én mindig ezt akartam. Mindig Istenhez akartam tartozni. Én 8 évesen már misszionárius történeteket olvastam, akkor ilyen gépelt, sokszorosított kis lapokon terjedtek ilyen afrikai, meg indiai misszionáriusoknak a történetei, és én mindig elképzeltem, hogy majd én is misszionárius leszek. Az más kérdés, hogy nem voltam rá méltó, de így gondoltam, és ott rájöttem arra, hogy hát tulajdonképpen én ezt mindig is így akartam. És akkor elhatároztam, hogy én biztos nem megyek úgy haza, hogy meg ne térjek. És akkor hát valahogy én is elnyöszörögtem valami imádságot ott. És akkor így mentünk haza. Egyébként még hozzátartozik a megtérésemhez, hogy mikor hazafelé mentünk a vonaton, akkor mindenki nagyon vidáman gitározott, nagyon jó kedvük volt, és én megnéztem ki szomorúan a vonatablakon, hogy na, eddig tartott az én megtérésem, most megyek vissza a hülye társaságomhoz, mert egyébként a Moszkva térre az akkor Kalef volt, ugye a mai Szél-Kálmán térnek akkor Moszkva tér volt a hivatalos neve, de valójában Kalefnek hívtuk, és az a drogosoknak a fő gyülekező helye volt, kb. Minden haverom drogozott, egy rövid ideig jártam is egy drogos fiúval egy pár hétig, aki minden nap előttem használta. És kb. Az összes ismerősöm ilyen fiatal volt. És akkor én arra gondoltam, hogy na, eddig tartott az én megtérésem, mert én gyenge jellem vagyok, úgyse lesz ebből semmi, stb. És aztán Isten mégis komolyan vette azt, amiben én annyira nem is hittem. Úgyhogy semmi sem volt ugyanúgy, hanem elkezdtem abba a gyülekezetbe járni, egyébként a város másik végében Rákosszent Mihályra jártam egy református gyülekezetbe, és oda jártam egészen addig, amíg lelkész nem lettem, mivel ugye lelkészként már saját gyülekezetembe elkezdtem járni, és minden megváltozott. És tulajdonképpen akkor kezdődött a drogmisszió is, 77-ben vagyunk, 1977-ben, mert akkor én a Szél-Kálmán téren, ugye akkor Moszkva téren, bennem volt egy erős elhatározás, hogy én mindenkinek el fogom mondani, hogy megtértem, és nem fogom ezt szégyelni. És akkor volt egy kis dac, hogy mert gyerekkoromban ezt szégyeltem. Tehát, hogy ezért volt ez egy ilyen erős lakmuszpapír bennem. Olvastad 8 évesen a misszionárius történeteket, de ugyanakkor a szégyenérzés ez megjelent. Hát igen, az iskolában titkoltam. Titkolni kell. Sőt, anyukám elmondta nekem mindig, hogy kik a keresztjének az osztályban. Aha. Valahogy ők ezt tudták egymásra, nem tudom, hogy. Aha. És úgy látszik, nem csak én szégyeltem, hanem az osztálytársaim is, mert ezekkel a gyerekekkel mi soha egyetlen szót, egy jelzést nem váltottunk arról, hogy mi tudjuk egymástól, hogy azért templomba járunk. És hogy ezért a megtérésemkor volt bennem egy ilyen, hogy ez lesz ennek a bizonysága, hogy én igenis majd az arcába vágom mindenkinek, hogy én megtértem, és lehet röhögni. És akkor én tényleg el is mondtam a Moszkva téren a haverjaimnak, hogy megtértem, és vártam, hogy majd szakadnak a nevetéstől, és lesajnálnak. És nem így volt. Sőt, én addig ugye, tehát én soha nem voltam a társaság szíve lelke, hanem én mindig ez a futottak még, én is ott vagyok, kategória voltam,
De pont ettől, hogy én megvallottam, hogy megtértem, elkezdtek velem jobban beszélgetni. És tulajdonképpen pont ettől kezdtek jobban megszeretni ezek a rossz fiúk, meg rossz kislányok, akik egyébként bűncselekményeket követtek el, drogoztak. Házi bulikon hát elég szélsőséges helyzetek alakultak ki. És el is jöttek velem többen a gyülekezetbe, úgyhogy az ottani református lelkészházas pár Páncél Tivadar és a felesége egyébként nyitottan fogadták is ezeket a szakadt embereket. És voltak, akik meg is tértek akkor, és voltak, akik le is szoktak. Sőt, a szüleim lakásán tartottunk ilyen úgynevezett drogos bibliaórákat. Igaz, hogy az orvosbátyámnak kétszer eltűntek receptjei, de aztán máshova rakta. És akkor óvatosabb volt. Igen. Ebből se lett probléma. És akkor a két történet összeért. Tehát a teológiára közben jártam, és mikor 5 éves voltam, tehát 1983-ban az állam felkérte az ökumenikus tanácsot, ez egy felekezetközi intézmény, hogy foglalkozzanak a deviáns fiatalokkal. Tehát a drogmisszióról azt kell tudni, hogy ez egy olyan furcsa misszió, ami felülről szerveződött, nem alulról. És tehát az állam felkérte az egyházak megmondták, hogy oké, és az ökumenikus tanácsnak akkor egy református püspök volt az elnöke, mert egyébként ez rotálódik. És a református püspök egyébként dr. Barta Tibor, ő létrehozta az ökumenikus tanácsba az állam kérésére a Kalódi Ifjúságot Mentő Missziót, ezzel egyidejűleg létrehozta a református egyházban is a Kalódi Ifjúságot Mentő Missziót. És az egyházi hierarchia szerint kinevezett egy esperes dr. Adorján Józsefet, hogy ő legyen az elnök ennek a missziónak. Na, az Adorján József volt a szociológia professzor a teológián, és egyszer engem megszólított 5 éves koromba a folyosón, és megkérdezte, hogy mennék-e 6. évre, mert a teológián a 6. éve már ki vagyunk helyezve gyülekezetekbe, de még teológusok vagyunk, hogy mennék-e a 6. évre a Fasorba hozzá, segédlelkész évre, úgy, hogy a lelkészi teendők mellett szervezzem meg a Kalódó missziót. És akkor mondtam, hogy jó. Úgyhogy én azóta így visszagondolok, hát tulajdonképpen 2 betű volt az elhívásom. Kérdezte az esperes, hogy ránéztem, mondom, jó. Úgyhogy ennyi volt. Ez az engedelmesség szava, 2 betűje. Igen is, meg az is, hogy én igazából nem tudtam, hogy mit akarok. Tehát lehet, hogy későn érő típus vagyok. De lehet, hogy láttak valami olyat benned, amit te akkor még nem. Ja, én nagyon sok ifjúsági munkát végeztem a teológián. Tehát jártunk Szabolcsba, cigánytelepekre, cigánymissziót csináltunk. Szabolcsba, csendes napokra jártunk le, ott volt ilyen havonta, szintén nem túl legális csendes napok. Akkor Budapesten a Rákospalota óvárosi gyülekezetbe csináltam ifjúsági csoportot, Gödöllőn, Budakeszin indítottam ifjúsági csoportokat az gyülekezet keretén belül. Tehát azért ezt lehetett tudni rólam, hogy én így aktív vagyok ilyen dolgokban. Nyilván volt bennem mindig egy kis kalandorság, tehát az adrenalin szintem, azt szeretem, ha toppon van. Úgyhogy az ilyen vagány dolgokat keresztényként is szerettem. És akkor mondtam, hogy jó. Ja, ehhez még annyi, hogy tényleg nem tudtam, hogy mit akarok. Tehát az 5. éveseket mindig összehívta az egyházkerületi főjegyző, ugye a püspök helyettes, és megkérdezte tőlük mindig, hogy ki hova szeretne kerülni. Ami nem azt jelenti, hogy megígérték, hogy oda is kerül, de hogy tájékozottak. És azt se felejtem el soha, hogy minden csoportársam nagy öntudatosan mondta, hogy őt Isten ide hívja, meg oda küldi, meg ezért néztem. Mondom, én nem tudom, mondják meg, hova kell menni, aztán megyek. Tehát látszott, hogy igazából nem tudtam, hogy mit akarok, és akkor lehet, hogy ezért is volt, hogy én egy szabad vegyérték voltam, meg ifjúsági munkát is azért tudták, hogy csinálok, és akkor ezért megszólított ez az esperes úr, hogy mennék el hozzá Fasorba. Mondtam, hogy jó.
És akkor így kerültem a fasorba. Most a fasorba még annyi, hogy úgy kezdődött a kalodomisszió, mert akkor ez még nem drogmisszió volt, az pár hónap múlva kezdtük drogmissziónak nevezni. Én arra gondoltam először, hogy gimnáziumból kirúgott fiatalokkal fogok foglalkozni, mivel abban volt ugye saját élményem, de nem csak a saját életemből, hanem sok olyan ismerősem volt, akik abba hagyták a gimnáziumot, és ahol nem volt olyan erős a család, mint például nálunk, hogy a szüleim megtartottak engem, ott ezek a fiatalok tényleg kisodródtak, tehát elmerültek a semmibe. És akkor én arra gondoltam, hogy gimnáziumból kirúgott fiatalokkal fogok foglalkozni, akik hát kisodródtak a társadalomból. És ugye nem volt e-mail meg internet, úgyhogy telefonon megkerestem ezeket az ismerőseimet, és mondtam, hogy itt indul egy kalódó misszió, és én fogom tartani, és gyertek, hát mit csinálj lelkész, bibliaórát hirdet, és akkor lett ilyen kalódó bibliaóra a fasorba. Először egy héten, aztán kettő, a végén már minden nap ezt csináltuk, mivel olyan sokan jöttek. Tehát nagyon érdekes volt. És ezek a fiatalok, akik jöttek, mind drogoztak. Ez volt így ért össze a két dolog, az a moszkvatéri 1977-ben indult önkéntes drogmisszió és a kallódó misszió, ami már az egyháznak a hivatalos missziója volt. Egyébként karácsonyi áhítaton jöttem rá, hogy ez valójában drogmisszió, de megkértem az esperes urat, hogy tartson áhítatot nekünk. És akkor a kb. Ilyen 40-en ültünk a gyülekezeti terembe, az esperes úr tartotta az áhítatot, és én körbenéztem, és azt hittem, elájulok. Tehát az esperes úr beszélt, és az összes ott lévő be volt standolva. Tehát be volt állva. Volt, akinek kilógott egy fecskendő az okniából, a másiknak a térdén a feje, harmadik üveges szemekkel, negyedik csukott szemekkel. Tehát én körbenéztem, és azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el. Itt mindenki be van állva, mint az atom. Mondom, sok ezek... kis rút kiskacsa volt, azt mondhatjuk. Hát lehet, igen. Hát mondom, ez nem kalódomisszió, ez drogmisszió. És akkor karácsonytól kezdtük el így nevezni magunkat, hogy ez egy drogmisszió. És akkor egyik lépés hozta másikat. Tehát elkezdtem utána olvasni, hogy mit lehet csinálni. Mert este kézenfogva mondtuk a mi atyánkot, gitároztunk, énekeltünk, megbeszéltük, hogy nem akarnak már anyagozni. És másnap újra lőttek. És akkor éreztem, hogy ez kevés. Akkor nagyon jó szakirodalmak voltak különben, nem azért, de tényleg. Voltak ilyen úgynevezett társadalmi beilleszkedési zavarok füzetek, úgynevezett TBZ füzetek. Nagyon sok jó dolog volt benne. Például ott olvastam először arról, hogy vannak drogterápiás intézetek a világban. Akkor nagyon nagy sztár volt egy ilyen lengyel antipszichiáter, a Kotanski, egy terápiás közösségnek az alapítója, a Monar módszernek, illetve Amerikában, a Sinanon, és az egész világon. Ezenek elkezdtem így utána olvasni, hogy hogy van ez. És aztán elmentem az NDK-ba, mivel egy református teológus általában németekhez megy először, akkor ott láttam, hogy minden nagyon szép, de nem ránk, nem a mi témánk. És akkor utána elmentem Svájcba, mert ott is voltak barátaim. Na most ezt nem delegációként képzeljétek el. Tehát például Svájcba úgy mentem, hogy kimentem stoppal Zürichbe, mert ott volt egy évfolyamtársam a feleségével, ösztöndíjon voltak, az ő kollégiumi szobájukban laktunk hárman, az ő két személyes reggeliüket megettük hárman, tehát hogy ne piros szőnyeget, meg estei ruhát képzeljünk. Mondjuk el, visszafelé megvették a vonatjegyemet, azt mondták, nem engedik meg, hogy hazastoppoljak, mindegy, és akkor két hétig az egész svájci ellátórendszert, a klinikai újraélesztéstől elkezdve a utcai munkáig és a rehabilitációs otthonig megnéztük,
És ott láttam először, hogy hát ezt a problémát nem is orvosok kezelik, hanem az orvosok is mondták a kórházak, hogy ők csak addig foglalkoznak a drogosok, amíg újraélesztik. Utána mennek a terápiás közösségbe, ahol volt drogosok foglalkoznak velük. Volt drogosok. Mondom, micsoda? Volt drogosok? Na, ez szuper. Úgyhogy ez nagyon tetszett nekem. Tehát egy jól bevált módszerből merítettél, és hazahoztad. Így van. Ott láttam azt, hogy ott valójában egy életforma terápia van. Nem arról van szó, mint Magyarországon gyógyszert adunk a drogosoknak, és fekszenek a kórházi ágyba. Hanem egy ilyen mini társadalom. És akkor az nagyon tetszett nekem. Hazajöttem, írtam Püspök úrnak, szocializmus van még egyébként, 1986-ban volt ez, vagy 85-ben inkább, mert ugye 86-ban már megvettük a házat. Írtam Püspök úrnak, hogy hát milyen jó lenne, hogyha ezt megcsinálhatnánk, stb. Stb. És én büszke vagyok az egyházamra, mert a püspök azt mondta, hogy oké. Pedig mi finanszírozásról szó se volt. Tehát az, amire én büszke vagyok, hogy a református egyházban az összes intézményünk úgy alakult, amikor még nem volt rá finanszírozás. Tehát 10 év múlva befogadott minket az OLP, és most kórház vagyunk, de amikor indult a drogterápiás otthon Ráckeresztúron, akkor ez egy karitatív szolgálta volt az egyháznak. És Püspök úr benne volt, és vettünk egy kis parasztházat, és ott elindultunk azokkal a fiatalokkal, akik változtatni akartak az életükön egy terápiával. Ezt a svájci programot adaptáltam úgy, két dolgot változtattam. Az egyik az, hogy én akkor jártam Rogers képzésre, ami ugye a személyközpontú pszichológia, ami az elfogadásról szól, és ezek a volt drogosok által működtetett rehabok, nagyon militárisak, egyébként a mai napig, tehát Amerikától, Svájcig, bárhol, bármelyik földrészen ezek elég konfrontatív terápiát csinálnak, aminek megvan az oka, hogy ugye a vietnámi háború utáni heroinfüggő veterán katonák indították ezt a programot, akikben hát azért volt egy kis katonás stílus. Na, ezt nem vettem át, mert én ugye, mivel Rogers képzésre jártam, akkor pont ugye az újszülötteknek a lelkesedésre, nem mondtam ezt, nem konfrontálunk, mi elfogadunk, tisztelünk, szeretünk, és a kereszténységből is ez jött, hogy Jézus senkiről nem akar letépni semmilyen állarcot, hanem ő szabad akaratát meghagyja mindenkinek. Tehát ez volt az egyik, a másik pedig megtartottuk a kereszténységünket, és volt egy harmadik is, amiben a mai napig is úgy tudom, hogy a világon egyedül nálunk van egyéni lelki gondozás. Tehát ezek a terápiás közösségek az egész világon csak csoportterápiával dolgoznak, közösségi terápiával, egyébként hatékonyan és színvonalasan. Igen. De mi, ugye, mivel keresztény háttérből jövünk, mi megtartottuk a személyes lelki gondozást is, és ezért nálunk párhuzamosan megy azóta is a csoportterápia a személyes lelki gondozással. És akkor így lett ez a program. Eszter, mi az, amit nagyon szeretsz a munkádban? Ami lelkesít, ami motivál? Hát gondolom, de hogyha ki lehetne egyet emelni a sok minden közül? Hát az egyik az, hogy keresztjén otthonban dolgozhatom, és azért nem kell szétválasztanom a pszichológiai, pszichoterápiás segítséget és a spirituális bizonyságtételt, hanem a kettőt egymást erősítve adhatjuk át a klienseknek. Természetesen a hit nem kötelező, de hogy mi szabadon beszélhetünk a saját hitünkről. Mi azt mondjuk itt, hogy nem a klienseknek kell megtérni, hanem nekünk, a személyzetnek. Itt ezen a helyszínen, ahol vagyunk, itt áhítat zajlik istentisztelet? Mi az, amiket itt szoktatok csinálni? Hát egyrészt vasárnap van istentisztelet, csütörtökön egy héten egyszer van bibliaóra, de más csoportokat is, tehát terápiás csoportokat is szoktunk itt tartani természetesen. A Erdős Eszter, mint református lelkész,
aki missziós terepeken dolgozik, tehát valljuk be őszintén, hogy komfortzónán kívüli részlegeken sokszor olyan dolgokat is válasz, amit sokan nem, vagy sokan félnek. Pedig hát milyen szép volt hallani azt a történetet, hogy a Ruth kiskacsa honnan indul gyakorlatilag, és a mesében mi történt vele, és hogyan vált azzá, aki ma. Ugye sokféle díjazáson túl vagy, de nagyon szeretem benned azt az emberi részt, hogy ez a legyintesz egyet, és menjünk tovább, nem az a lényeg. Erdős Eszter, aki ma, milyen álmok, vágyak, milyen tervek, célok vannak a puttonyodban? Hát egyrészt különben nem legyintek a díjakra, inkább azt mondom, hogy tényleg Isten munkája volt, nem az enyém. Hát milyen célok vannak? Hát igazából van egy olyan vágyam, ami úgy tűnik, hogy már nem fog sikerülni, meg van egy olyan, amiről még nem mondtam le. Volt egy nagyon régi vágyam, ami úgy néz ki, hogy nem fog összejönni, hogy református börtönt működtessünk. Nagyon sok kliensünk börtönből jött, és sok kliensünk börtönbe megy tőlünk régi ügyeik miatt. Tehát a lezáratlan ügyeknek a letöltésére. És mi nálunk van egy olyan trend, hogy aki tőlünk megy börtönbe, azt nem hagyjuk magára. Függetlenül, hogy ezt nem finanszírozza senki. Tehát egyrészt látogatjuk, tartjuk a kapcsolatot, és ha nincs családja, akkor mi pénzt is adunk neki. Tehát támogatjuk, mivel börtönbe, ha valakinek nincs pénze, az nagyon nagy bajba kerül. Tehát vissza kell rendeződjön valamelyik oldalra. És ezért azoknak mi pénzt is küldünk rendszeresen. És megengedjük azt is, hogy a börtön után visszajöjjön, nem terápiára, hanem csak azért, hogy kifújja magát, egyen igyon aludjon, és tőlünk szervezze az életét. És ezért mi nagyon, hát jártunk is be börtönökbe, most is járnak a misszió bizonyos részlegeiről, és hát sok szomorú történetet tudunk, és ezért volt bennünk egy vágy, amikor megjelentek Magyarországon a maszek börtönök, vannak ugye a Gebinbe kiadott börtönök, hogy mi is csináljunk. Ahol ugye szeretettel, terápiával segítünk az elítélteknek, és ez végül is nem jött össze. Valami miatt a minisztérium nem harapott rá a lehetőségre, pedig hát voltak tárgyalásaink, sőt püspök úr is írt, és akkor volt több körös, de végül is nem lett belőle semmi. A másik, az talán még sikerül, az, hogy ugye most már serdülőkkel is foglalkozunk, 18 éven aluli gyerekeknek is van egy részlegünk, ahogy gyógyítjuk őket, és nekik nagyon jó lenne egy terápiás kollégium, ami azt jelenti, hogy nem akarjuk, hogy állami gondozásba kerüljenek, mert ugye az nagyon rossz lenne. Viszont a család a legtöbbször abszolút nem alkalmas a nevelésére, tehát nagyon sérült, nagyon vérző. Tehát nem kerülhetnek vissza egy bűnöző családból jön. Viszont iskolába kell járniuk, de egy átlag kollégium nem alkalmas arra, hogy őket fogadja, meg ráadásul nincs is hozzá lelkiismeretünk, hogy benyomjuk őket, hiszen azért nem problémamentes gyerekekről beszélünk. De ez egy nagyon szép kompromisszum lehetne, hogyha egy terápiás kollégiumban lenne hétfőtől péntekig, és akkor hétvégén hazamegy, mégis kap egy puszit az anyukájától, vagy sok puszit, ölelés, szeretetet, vagy ha nem is kap, de mégis nem kerül állami gondozásba, és akkor így ki tudnánk bekkelni, valahogy eljut 18 éves koráig, amikor már tényleg felnőttként tudnánk neki segíteni. Erre nagyon nagy szükség lenne, mert hogyha azt mondom egy gyerekről, hogy vegyék fel egy kollégiumba, mert nem lesz vele semmi probléma, nyilván hazudok, nem igaz. Ráadásul egy hatalmas problémacsomagot teszek egy olyan intézményrendszerre, ami nem alkalmas erre, és a gyerekeket is veszélyeztetem. Ha viszont megmondom az igazat, hogy ez egy kis problémás gyerek, gyerkőc, csibész, de most már elindult az új életbe, akár hitre jutott, nem drogozik, meg akarja bújni. Hogy ez nála már fejlődés, tehát nem...
De hát ez nem igen. azt jelenti, hogy már megérkezett, Igen. hanem az, hogy elindult. Akkor viszont nem veszik fel, viszont ezek a gyerekek rengeteg kárt okoznak a társadalomnak, tehát hogyha nincs, aki fogja a kezüket, és tényleg valóban szeresse őket, és törődjön velük, akkor hatalmas károkat okoznak, tehát garázdálkodnak, betörnek, késsel mászkálnak, tehát nem kis bajokat okoznak, ráadásul ők is tönkre mennek, akik börtönbe végzik, életük végéig pszichológiai és szociális problémákkal fognak élni, és a társadalomnak is csak terhet jelentenek. Ezért egy pici többlet ráfordítása, mondjuk egy terápiás kollégium egy kicsit drágább, mint egy szimpla kollégium, hiszen több pszichológiai és segítség kell, nagyobb a humán erőforrás igénye. De, sőt, esetleg a tárgyi felszerelési igénye is kicsit nagyobb, hiszen ezek a gyerekek hátrányos helyzetből jönnek, sokszor többet kell nekik segíteni, mint egy átlag elit gyereknek. De egy picit több ráfordítással pedig nagyon nagy haszna lenne a társadalomnak is, meg nekik személyesen is. Hiszen itt a felnőtt programból elmondhatjuk, hogy minden évben tucatjával kerülnek ki olyan fiatalok, akik előtte bűnöző életformában megkárosítottak mindenkit, és utána pedig hasznos tagjai lesznek a társadalomnak, nem csak úgy, hogy adót fizetnek, bekötik a biztonsági övet, megvárják a zöldet a zebránál, és így élik az életüket. Igen, ezt én is tapasztalom, mikor itt vagyok nálatok önkéntesként, és mindig annyira rácsodálkozom azokra a történetekre, hogy mekkora és milyen hosszú és nehéz utat járnak be azok az emberek, akik nálatok vannak a drogrehabilitáción, és az a őszinte természetességed neked és a munkatársaidnak, amivel hozzáálltok, ahogy megszeretitek őket, ahogy körbeveszitek őket, hogy maga az őszinte feltétel nélküli szeretet, az Isten hit, a lehetőségek reménysége és eszköztára, amit nyújtotok, hogy mit tud teremteni abban az emberben, aki már önmagáról is lemondott, és ezért válik a társadalom pusztítójává. Hogyha azt nézzük egy picit az életedben, hogy honnan indultál, hova jutottál ma, olyan jó hallani, hogy beszélsz az álmaidról, vágyaidról, bízunk benne, hogy mi is egy kicsit hozzájárulhatunk ehhez, hogy hát ha összehozunk valamit. Ezek a mai fiatalok milyenek? Neked mi az érzésed, tapasztalatod erről a sztereotíp mondatról? Jó. És itt nem is ez a célja a műsorunknak, hogy kiemeljük, hogy mibe ügyetlenebbek, vagy mi az, amibe fejlődni kell, hanem keressük köztük azokat a kincseket, amik ott vannak, csak sokan esetleg az idősebb korosztályból nem látják. Hát három dolog jut erről eszembe. Az egyik az, hogy ugye már a honfoglalás korából találtak olyan kis táblákat, amin a mai fiatalokat szitták az eleink. Úgyhogy ez mindig így van, hogy a generáció... Honfoglalás? Igen. Hűha. Igen. Agyaktáblákon találtak ilyen szövegeket. Ami vigasztaljon minket. A másik, ami vigasztaljon minket, hogy minden kornak megvannak a maga bűnei. Tehát eszembe nem jutna azt mondani, hogy a középkorba jobbak voltak az emberek. Bár nyilván voltak előnyök, hiszen akkor voltak polihisztorok, de közben meg olyan kegyetlenségek voltak napi szinten abban a hűbéri társadalomban, abszolút normatív módon benne, amire nem mondanám azt, hogy ők jobbak voltak. Tehát minden kornak megvannak a maga bűnei. Viszont azért... mint egy idősebb generációnak mégis összeszorul a szívem, hogyha mai fiatalokra gondolok, ugye, hogy milyen, mennyire megnőtt az erőszakos cselekedetek száma a kis, egészen fiatalkáknál, tehát a kis tizené, kis kamaszoknál is, hogy milyen... De
Tehát, hogy sok mindenben aggodalom van bennem, akár a droghasználatra, a rohamivás, meg a többi szenvedélybetegségnek az elharapozódása miatt, az online függőségek, a pornófüggőségek. Tegnap beszélgettem egy srácsal telefonon, egy 29 éves srác, egy ilyen 20 percet, mert volt egy problémája, amit megbeszéltem, és olyan lazán beszélt nekem, egy idősebb nőnek arról, hogy ő 12 éve pornófüggő, és a többi. Ezt legalább 5-ször megismételte így a telefonba, de olyan laza magától értetődő, és én így a telefon másik végén én így elpirultam, és gondoltam, hogy milyen furcsa, hogy ennyire nem is zavarja, hogy ezt olyan természetesnek tartja, hogy úgy beszélt róla, mint hogyha arról mesélt volna, hogy rántottát reggelizett. Remélem, most nem látja ezt a műsort, mert nem akarom őt. Nem, hogy megszégyeníteni, hanem nem akarom, hogy úgy érezze, hogy ezt én cikinek tartom, hanem csak inkább az, hogy ez is egy jele annak, hogy elmozdultak a határok, uh-huh. És például az édesanyám azt mondta nekem, hogy mikor itt csúnyán beszéltünk kamaszkorunkból, hogy ilyen hülye, meg így, stb. És akkor anyukám azt mondta, soha nem felejtem el, hogy ezt nem mond az én édesanyám, már mint az én nagymamám, mert az anyukám mondta, hogy az én édesanyám. Szóval egész életében azt a szót nem mondta ki, hogy hülye. Aha. Le tudott élni ugye egy életet, hogy... Igen. És ez így megmaradt bennem, hogy mennyire mások a határok, és nyilván a mi fiataljaink, a mai fiataloknak teljesen más dolgokkal kell küzdeni, mint nekünk, és lehet, hogy bizonyos dolgokban meg nem lehet biztos, jobbak lesznek, mint mi voltunk. Uh-huh. Hát szóval szerintem nincs ilyen, hogy Goethe mondta, azt hiszem, hogy az emberiség halad, az ember marad, vagy a történelem halad, az ember marad, ezt mondta. Igen, hát az embernek mindig lesznek gyengeségei, talán nekünk idősebbeknek furcsák a mai fiataloknak a gyengeségei, de mi se voltunk jobbak a Deák Nivászánál, ezt ne felejtsük el. Csak aha. Máshogy csináltuk. Eszter, így a végére milyen áldást mondanál ezekre a mai fiatalokra, hogyha valami kis hamuba sült pogácsát tudnál üzenni a fiataloknak útra valóul, mint református lelkipásztor? Na, hát nem voltam soha egy filozófus alkat, aki ilyen bölcsességeket tudok mondani. Hát talán az, hogy a szeretet a legfontosabb, és a jóság. És hogy ezt Pál apostol mondta, hogy ne a rossz cselekedetekbe akarunk felnőttek lenni, abba akarunk gyerekek lenni. Tehát van az ijeszt, amikor valaki a gonoszságával menőzik, hogy fú, mekkora király voltam, mit csináltam? Ezt. A másik meg azt mondja, semmi. Én még nagyobb gonoszságot is csináltam. Szóval inkább az, hogy a szeretet és a jóság az a legnagyobb királyság a világban. Hálás szívvel köszönjük az őszinte szavaidat és gondolataidat, és azt, hogy a szívedet kitártad itt elénk. Legyen áldás az életeden és a munkádon, és visszatérünk hamarosan. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Áldás békesség! Sokszor annyira sietünk a fontosnak hitt dolgaink után, hogy szinte elfelejtünk időt szánni arra, hogy megismerjük egymás élettörténeteit. Pedig minden titok abban rejlik. Az, hogy ki honnan indult, vagy hogy miként esetlenkedett útközben, vagy hogyan tanult a kudarcaiból, vagy miként áll talpra akkor, amikor nem volt már ereje. Nagy tanulság mindenkinek az élettörténete, ezért is fontos, hogy több időt szánjunk egymásra.